Kedves nézőink, az idén is megrendezték az augusztus 20 kupa láptenisz versenyt a Bányás sporttelepen. Kérem, nézzék meg erről szóló összeállításunkat. A láptenisz szerelmesei idén augusztus 20-án már 8. alkalommal gyűltek össze itt a pályán. Hány csapat érkezett erre az augusztus 20 kupára? Szép számmal jöttek össze a csapatok. 16 páros nevezett a versenyre. Ajkán kívül elég sok helyről érkeztek városunkba játékosok. Fonyódról, Budapestről, Szegedről, Révfülöpről, Veszprémből is jöttek játszani. Milyen kategóriákban indultak a versenyzők? Hát csináltunk egy szokásos rendes láptenisz versenyt, ez mellett pedig egy apa-fia kategóriát is írtunk ki, mert itt is volt bőven jelentkező. Mikor kezdődtek a versenyek? Hát reggeli órákban kezdtük el, az idő nem fordult minket a kegyeibe, de azért a fiúk kitartottak. Itt az eső ellenére is a bányászpályán, itt két pályán zajlottak a mérkőzések, és általában a végére lenni szokott itt már, most már jó időben zajlanak az elődöntők, helyosztók, döntők. Mik ennek a sportágnak a legfontosabb szabályai, mit kell tudni annak, aki erre a versenyre nevezett? Hát hasonló, mint akár egy tenisznek, vagy a pingpongnak, az asztaltenisznek a szabályai. Egyszer lehet végül is hozzáérni, átkerülni a háló fölött, egyszer pattanhat le a másik térfélen. Nagyjából, tehát azért mondom, hogy teniszhez és az asztaltenisznek lehet hasonlítani. Voltak külön bírók, akik azt nézték, hogy minden rendben legyen, vagy egymást bírálták a versenyzők? Nem volt, nem is kellett, nincs is. Nem is alkalmaztunk soha játékvezetést, így a becsület az első nálunk, és azért így vita nélkül lement szépen a torna. Ha esetleg olyan ítélet volt, akkor egy új szervával kárpótolták magukat a játékosok. Milyen korosztályból érkeztek a versenyzők? Vegyes volt a korosztály, a legfiatalabb egy ajkai úriember, a Cintola Tibike, aki tavaly is itt volt, édesapjával indult, aztán voltak itt idősebbek is, tehát 60-hoz közeli játékosok, de a nagy része ez a 30-as, 40-es korosztálynak mondanám. Amatőr és profi sportolók is részt vesznek ezen a tornán? Igen, teljesen vegyes a kép. Hála Isten, hogy jönnek a profik is most már, elég jó a híre ennek a tornának. Ezért jöttek olyan sok városból, mert itt a Boglárka, aki évek óta visszaerője a profik között is meg tudta ezt hirdetni. Örülünk neki, mert látunk egy kis színvonal emelkedést is itt a tornán, és így a szurkolók, akik kijöttek, úgy gondolom, hogy jó pár magas szintű meccset láthattak. Nem sokára elérkezzünk majd az eredmény hirdetésig. Milyen ajándékokat és milyen kupát tudtok kiosztani? Hát van egy kis nedű, gyerekpesgők, felnőttpesgők, oklevelek, akkor voltak egyéni felajánlások ajkai étteremből is, és van egy kedves üvegcsészoló barátunk, a horvát csatya, akik csak így ismernek a városban, ő rengeteg sok szép emlékplakettel és kupával kedveskedett nekünk, ezeket fogjuk majd felajánlani. A legifjabb versenyző vagy, és már sokat szor veszel részt ezen a versenyen. Mi az, ami visszahozott eddig? Hát szeretem a tangót, szeretek játszani. Apukáddal indultál, milyen volt ő vele versenyezni? Jó, csak legtöbbet elrontottam, úgy először a Zsoltival akartam, ő mondta, hogy jön velem, de aztán a Brióval ment. Így végül apukád maradt. Igen. Nem tudtad neki megmondani, hogy mire figyeljen? Vagy nem volt annyira ügyes? Nem volt annyira ügyes. Így a végén hányadik helyen zártatok? Hát, itt amikor játszottunk, akkor a másodikba, az apa fiába. Ebben a férfias sportágban egyedüli nőként voltál itt a mezőnyben, és megnyertétek pároddal együtt ezt az augusztus 20 kupát. Sok szeretettel gratulálunk, nem először nyertétek meg. Köszönjük szépen. Így van, tavaly évben vettünk részt először Árpival párban, mert én már korábban voltam másokkal is ezen a versenyen, és mindig nagyon jól éreztem magam. És hát Árpival tavaly sikeresek voltunk, visszahoztuk így a Vándorkupát, és gondoltuk, hogy idén újra játszunk. Milyen ellenfelekkel találtátok magatokat szembe? Úgy gondolom, hogy egyre erősödik ez az ajkai augusztus 20-a kupa mezőnye. Köszönhetően annak, hogy Brió kérte, hogy kerüljön fel a láptenisz honlapra, illetve hát mi is megosztottuk a Facebook oldalon az Olátom is, illetve én is, és akkor a mi ismerőseink, mivel ugye mi több láptenisz embert ismerünk, ezért így többen eljövögetnek most már évről évre.
Ebben a sportágban mi az, ami leginkább számít? A felkészültség, a szerencse, a taktika vagy a technikai tudás? Mindenképpen számít a felkészültség, tehát azt értem ez alatt, hogy ki mennyit játsz ezt a játékot, illetőleg azt is, hogy tudja gyakorolni is, mert ugye nagyon sok technikai elem előfordul, amit lehetett is látni a meccsek alatt, és ha ezek nincsenek begyakorolva, akkor ugye esetleges az embernek, hogy meg tudja éppen oldani, vagy nem. Neked mi lesz a következő nagy versenyed, amire készülsz? Elvileg Románia rendezi meg október elején a világbajnokságot, Kolozsváron lesz, és ha minden igaz, akkor ott részt veszünk. Mennyire volt nehéz megnyerni ezt a kupát? Nehéz volt, az igazság, elején ugye esett az eső, itt a vége felé ugye felszáradt a pálya, viszont nagyon fújt a szél. Szeretünk azért, hogy mondjam, stabilabb labdamenteket játszani, de ezzel most mindenki megküzdött az időjárással. Közeljövőben milyen versenyen fogtok indulni? Még nyáron lesz biztosan egy 2-3 verseny, illetve ősszel. Lesz egy Szentendrei, ugye, ami házi verseny, ott mindenképpen a régi szabályba, illetve el szoktunk indulni azért, ami profi szabálynak számít, az 1/3-asba is. Ott is már sikerült egyet nyerni, csak ott sokkal nagyobb hátrányunk van sajnos, de ilyenen is el szoktunk indulni. Mi a különbség az amatőr és a profi szabályok között? Az amatőr ugye hagyományos az 1/2 érintős, tehát egy pattanó 2 érintős, a profi szabály 1 pattanó 3 érintős, illetve a legújabb az már nem csak keresztszervás, hanem bárhonnan, bárhova lehet szerválni. Ez a különbség a profiba. Nagyon jó párosnak bizonyultok jövőre, és eljöttök majd a 9. augusztus 20 kupára? Reméljük, hogy el tudunk jönni, de az még azért messze van. Nagyon jó éreztük magunkat, úgyhogy mindenképpen szeretnénk. Nagyon-nagyon népszerű, mint az utóbbi években kiderült ez a sportág. Tervezitek-e, hogy valamiféle szervezett formában folytatjátok tovább, hogy ne csak évente egy versenyt lehessen itt Ajkán rendezni lábteniszből? Hát felvetődött már ez tavaly is ez a kérdés. Itt a fiúk pedzegették, hogy jó lenne egy egyesületet létrehozni, vagy egy egyesületbe beolvadni, mint lábtenisz szakosztálynál, lábtenisz szakosztálynak, mert akkor könnyebb lenne azért esetleg pénzt gyűjteni pályázatok útján, vagy akármilyen adomány útján. Vagy azért van érdeklődés itt Ajkán bőven a lábtenisz iránt, mert van 10-15 fiatal ember, aki folyamatosan játszik, gyakorol, de akár a gyerekeket és a fiatalokat is megpróbálnánk rávenni, hogy próbálják ki ezt a sportágat, mert sokat lehet belőle később akár hasznot húzni a focinál is, nagy pályás focival is, vagy akár a kis pályás focinál is. Aki érdeklődik ez iránt, a sport iránt, az hol találhat meg? Most itt az ajkai fiúk az egykori Videoton pályán, betonos pályán szoktak gyakorolni, heti rendszerességgel. Ott lehet esetleg megnézni ezt a sportágat, hogy működik, vagy pedig akár személyesen is megkereshetnek, engem is tudunk segíteni, és nyugodtan jöhetnek hozzánk, bárkit szívesen fogadunk, azt mondom, az ajtunk nyitva áll. Milyen végeredménnyel zárult az augusztus 20 kupa? 3. helyen végzett a Pedli Péter Varga Szabolcs ajkai páros, 2. lett a Blazsovics Zsolt Dörnyei Gábor, és az első pedig a Sipos Árpád és a Lepsényi Boglárka.